Halleluja! Nagyon jó dolog Isten igéjét hallgatni, de annál van egy még jobb dolog, ha be is fogadod Isten igéjét, és meg is cselekszed. Tehát amiket most hallottál, ezek nem csupán teológiák, vagy valami gondolatok Istenről, hanem Istennek a beszéde kimegy, és megcselekszi azt, amire elküldetett. És Isten beszéde azért küldetik el, hogy életet adjon azoknak, akik hisznek benne. És az evangélium az egyik legfantasztikusabb üzenet, mert az evangélium az az örömhír, hogy Isten a saját fiát odaadta azért, hogyha hiszel benne, akkor ne veszel, hanem örök életed legyen. És ezt nem, ez nem lehet elégszer mondani, és Pál még a hívőket is fölhívja a figyelmét, akik már ismerik Jézust, hogy eszetekbe juttat a matyám fia az evangéliumot, amelyben hittetek is, amelyet be is fogadtatok, ami által üdvözültök, megmenekültök, ha megtartjátok, amilyen beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába letetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe, hogy a Jézus Krisztus emberré lett, meghalt a mi bűneinkért, és föltámadt a halálból. És utána fölment a mennybe, és a föltámadása után látták a saját szemükkel a tizenkét apostol, aztán látta a saját szemével az asszonyok is, akik oda mentek, aztán a 120 tanítvány is látta a szemékkel, amikor fölemelkedett Jézus a mennybe, és amikor fölment a mennybe, akkor gondoljatok csak bele, hogy minden helikopter, meg űrhajó, meg skafander nélkül emelkedett föl Jézus, és azt mondták az angyalok, akik ott megjelentek, ahogy látjátok őt elmenni, ugyanúgy fog vissza is jönni. Na mi erről a Jézusról beszélünk neked, aki vissza is fog jönni. És arról a Jézusról is, aki a múltban, amikor itt járt, a legnagyobb árat adta oda te érted, a saját életével fizette ki a váltságdíjat, hogy te meg tudjál menekülni. És igazából ezt mindig a szemünk előtt kell tartani, mert a hívő emberek is, miután már hitre jutottak, hajlamosak úgy megfeledkezni, hogy milyen nagy árat fizetett értük Isten mennyire szereti őket Isten, és Jézus is mennyire szeret téged. És ezért mondja Pál, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot. Tehát amikor hallasz evangélizálást, és már hívő vagy, akkor ne az agyadat a pauzi állásba tegyed, hogy ezt már tudom, tudom, ez már nem nekem szól a másiknak, aki még nincs megtérve. Hát neked is szól. Azért, mert neked, te érted is meghalt Jézus, és te már elfogadtad, és azért mondja Pál, hogy eszetekbe juttatom, mert ezáltal letélte te is hívővő, hogy ezt elhitted. De azt meg is kell tartani, és utána meg úgy kell élni. És Jézus Krisztus hamarosan, nagyon hamarosan, nagyon-nagyon hamarosan vissza fog jönni. És ez, ez, ez nem, nem csak úgy kell mondani, hogy ezt már mióta mondják, az még mindig nem jött, hanem, hanem úgy kell élned, hogy egyszer csak tényleg itt lesz. És amikor itt lesz, akkor nem lesz időd már felkészülni, hanem előtte már fel kell készülni. És én egy példázatát szeretném Jézusnak felolvasni, ami a menyegzői meghívóról szóló példázatát, hogy egy kicsit belegondoljunk abba, hogy, hogy erre a mennyegzőre mi is hivatalosak vagyunk. És nem elég, hogy hivatalosak vagyunk, hanem még kiválasztottak is kell, hogy legyünk, és méltó módon kell várjuk a Jézus Krisztussal való találkozásunkat. Mert nem csak akkor találkoztunk Jézussal, amikor beívtuk a szívünkbe, akkor a Szent élek által egy láthatatlan módon találkoztunk Jézussal. Mint ahogy te is így találkozhatsz ma Jézussal, amikor majd együtt fogunk imádkozni, hogy behívod Jézust a szívedbe, kéred, hogy bocsásson meg. Akkor egy hitáltal való találkozás. Nem látod őt, nem tapintod meg őt, de a szívedben elhiszed, hogy itt van, és kopogtad a szíved ajtaján, és beengeded. Ez az első hitbeli találkozás. De lesz utána egy másik hitbeli találkozás, hogy úgy éled a földi életedet, hogy készülsz erre nagy valóságos találkozásra. És egyszer csak hopp egy szempillantás alatt fölvisz minket Jézus a maga jelenlétébe a felhőkig, és onnan aztán bevisz az atyának a jelenlétébe. Az lesz az igazi tűzi játék. Amikor Jézus a tűz tekintetével ránk néz, és megpróbál minket az ő tűz tekintete, ez csak egy ilyen kis gyenge pufogtatás, ami ma este lesz. Ahhoz képest, amikor Jézus alatt meg fogunk állni, a szemiből fog jönni a tűzláng, a Szent Szellem ereje fog átperzselni bennünket. Na és mi szeretnénk a vőlegényünkkel méltó módon találkozni, és Jézus földi szolgálatának a leges-leges-leges-legvégén, még konkrétan a szenvedésének a megkezdése előtt mondta ezt a példázatát, amikor Isten országa eljön, hogy az mihez hasonlatos. És a Máti 22-ben azt olvassuk, hogy megszólalván Jézus. Ismét példázatokban beszél nekik mondván hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerez, és elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, kik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, Kész minden, gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldte a hadait, azokat a gyilkosokat elvesztette, azoknak a városait fölégette akkor mond az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a kereszt utakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenve pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és a kezeit, vigyétek és vesétek őt a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Amen. Tehát nem véletlen, hogy pont a szenvedésének a megkezdése előtt ezt a példázatot is elmondta Jézus, még más példázatokkal együtt, hogy egy ilyen képes beszéddel szemléltesse a hallgatósággal, az akkorival és a mostanival is, hogy milyen lesz az ő országának az eljövetele előtti időszak nem mondta, hogy melyik nap hány órakor fog eljönni, de a Biblia, amikor beszél az utolsó időkről, és Jézus visszajövetelét megedülőző időszakról, nem időpontot mond, hanem eseményeket ír le. És az a példázat is eseményeket jelenít meg. És az eseménynek a lényege, hogy van egy másik bolygón egy mennyegzőre való meghívás. És ez a másik bolygót úgy hívják, hogy menj. Ennek az ennek a egész mindenségnek a Ura Istene, aki a mennyet is, és a földet, és minden teremtett, az Atya Isten, szerez a fiának egy mennyegzőt, és erre a mennyegzőre hívja meg az embereket. De az emberek különféle módon reagálnak erre a meghívásra. És itt, amit hallottátok is, vannak, akik úgy viszonyulnak a meghíváshoz, hogy, hogy nem törődnek vele, pedig a küldetés... A szolgák által teljesítetett, hogy megmondták az embereknek a hivatalosoknak, hogy az ebédemet elkészítettem, hizlalt állataim le vannak vágva, ebéd el van készítve, mind föl van, a dekoráció is, kész van, minden kész van. Gyertek el a mennyegzőre. Tehát nem mosogatókat keresek meg takarítót, hogy a buli után eltakarítsák a romokat, hanem hanem meghívott vendégeket keres Isten erre a csodálatos mennyegzőre. És amikor jönnek a szolgák, és átadják a meghívót a, a, az embereknek, akkor az első legfontosabb, amit megtapasztanak, hogy nem törődnek azok, akik a meghívót megkapják, azzal, hogy hova hívják őket. Gondolj bele te is, amikor kapsz egy esküvői meghívót, és szerintem biztos, hogy kaptál idén nyáron, vagy tavasszal, vagy ha nem, akkor még ősszel biztos fogsz kapni. De amikor kapsz egy esküvői meghívót, most egy földi eseményről beszélek, akkor megnézed a naptárodat. Megnézed, hogy mi van neked arra a napra beírva. És hogyha be van írva valami nyaralás, vagy valami kikapcsolódás, vagy családi program, vagy valami üzleti találkozó, vagy bármilyen esemény, akkor amikor te megkapod a meghívót, akkor összesíted, összeveted a te időbeosztásoddal. És akkor hozol egy döntést. Ha ez a meghívó, aki hív téged, amire hívnak téged, az kevésbé fontos, mint ami elő van jegyezve a naptáradba, az időbeosztásodba, akkor, akkor ezt a meghívót félreteszed, és nem törődsz vele. Ha udvarias akarsz lenni, és, és nem akarsz elmenni arra, mennyegzőre, akkor azt is elmondod, hogy mentsél ki engem, mert most indítottam a vállalkozást, most van egy ilyen, egy ilyen vállalati meeting, és kötelező oda elmenni, a kris, ha jól sikerült, nem szeretnék kimaradni belőle, és, és akkor valami kifogást keresel, hogy miért nem mész el arra a mennyegzőre. És tulajdonképpen az emberek is ma, különösen a jóléti társadalmakba, ezt csinálják. Isten adja nekik a meghívót, hogy jöjjenek a mennyei mennyegzőre, hivatalosak legyenek, mint mennyasszonyok, de az emberek nagy többsége a földi dolgokkal van elfoglalva, nem a mennyei dolgokkal, és a gondolatukon kívül esik, hogy ők most egy mennyasszonyok legyenek, egy, egy Jézusnak, egy mennyei Isten fiának, aki emberré is lett, és, és egy, egy számára ismeretlen helyre oda menjen, de ez az egyedüli esélyed, hogy az megúzd, ami a földre jönni fog mert a Földre vagy a, a között választhatsz, hogy mennyegzőre mész Isten fiával és a mennyasszonya leszel, vagy megnyúvost az Antikrisztus itt a Földön. Na ez a kettő közül lehet választani. Vagy mondja régen, a v-motorok nincs középút, nézzél szét. Fölszedték az út közepét. Tehát vagy az egyik út, vagy a másik út. Hogyha elfogadod Jézust, és elfogadod a mennyegzői meghívót, akkor téged innen ki fognak emelni, ami előtt a durvulnának a dolgok itt a földön. De mondott, hogy ha mikor már, már rég ki kellett volna emeljenek, ma most is nagyon durva itt minden. De mit mond Jézus, amikor hallottok háborúkról, háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert ezeknek meg kell lenni. De ez még itt nem itt a vég. Mert nemzet nemzet ellen támad, ország ország ellen támad lesznek döghalálok, járványok, földindulások, és sok természeti katasztrófák, de ez még csak a szülési fájdalmak kezdete. De amikor ezek kezdenek meg lenni, akkor emeljtek fel a ti fejeteket, mert elközelít a ti váltságtok. És igazából nem kell bebizonyítanom nektek, ezt magad is megtapasztalhatod, ha beleolvasol a hetek újságba, vagy a bármelyik újságba, vagy a híradót bekapcsolod, vagy bármilyen híreket elolvasol, amiket most felsoroltam, ez mind-mind a napi hírekbe olvasható, és a bőrünkön érzékelhető. És ilyenkor mi a legfontosabb, hogy meg ne rémülj, mert ez csak még a kezdete a rossz dolgoknak. Hanem te a csoda opciót kezd el bekapcsolni a szívedbe. Ne legyél földi lakos csupán. Ne legyél csupán budapesti vagy más magyar állampolgár vagy, más országnak az állampolgára, hanem szerezd meg a mennyei polgárjogodat, legyél Jézusnak a mennyasszonya. Gyere be abba a mennyegzői meghívottaknak a seregébe, akiket innen ki akar emelni Isten egy csodálatos mennyei mennyegzőbe. És ez a két perspektíva van az emberiség előtt. A mennyben egy lakodalom Jézus oldalunkon ő, ami vőlegényünk, és bemegyünk a mennyei hajlékunkba, földön pedig az Isten haragja ki fog ömleni a földbolygóra, és igazából, amik most történnek, ez az antikrisztusi birodalomnak, ami hét évig fog csak tartani, tehát nem sokáig, de az nagyon szörnyű lesz, különösen a második három és fél év, de erről nem is beszélek, hogy nyugodtan menj a tűzi játékra. De aztán tudnod kell, hogy akkor tudod megúszni a földi dolgokat, amik jönnek a földre, ha te mennyasszony vagy, ha te a lakodalmas néphez csatlakozol, és utána a meghívottból átavanzsálsz, átalakulsz, át, át, átöltözöl, egyszerű meghívottból kiválasztottá. Mert különbség van a meghívottak és a kiválasztottak között. Mindenki meghívott erre a mennyegzőre. De el kell döntened azt is, hogy elfogad a megkívást, és te jössz Jézushoz. Beismered, hogy bűneid vannak, beismered, hogy azok elválasztanak Istentől, beismered, hogy ezek az eddigi életed nem tudott maradandó boldogságot hozni az életedbe, viszont sok fájdalmat okoztál magadnak és másoknak is, és elkezdesz hinni egy számodra most láthatatlan szemében, akiről hallott, hogy értett halt meg a kereszten akiről hallott, hogy miattad szenvedett, miattad járta meg a poklot is, és fölment a mennybe, hogy te is ott legyél majd, ahol ő van, ő Jézus Krisztus. És ezért, amikor meghalod a meghívót, amit most tolmácsolunk neked, akkor egy választás elő kerülsz. Vagy azt mondod, hogy nem törödök én ezzel a meghívóval, élem úgy a életemet, eddig is éltem, ha ma úgyis olyan kevés van, akkor égessük két oldalról a gyertyát, hogy hamarabb elégjen, és úgyis aztán rossz lesz minden, akkor legalább addig valami jót találjunk a bűnökbe, de a bűnöknek csak ideig, óráig való gyönyörűsége van. És utána a föld élet végén, mikor itt alánylag élvezted is a sorsodat, a lelked kimegy a testedből, meg a szellemed, akkor vagy a menny, vagy a pokol kezdődik neked. Úgyhogy utána meg örökre szenvedni fogsz, ha nem fogadtad el Jézust a túlvilágon. Ezért minden ember örökké él, csak vagy a mennyben, vagy a pokolban él örökké. És ezért nem mindegy, hogy hol fogod az örökkivaló sorsodat élni. És ezért mondja Jézus ezt a példázatot, és szinte felfoghatatlan, hogy egy jó indulatú meghívást adnak át, és, és, és megölik azokat, akik átadják a meghívót. Ez szinte érthetetlen, értelmezhetetlen, mert minden ember alapjában jó szándékú lenne, és kapsz egy jó helyre egy meghívót, aztán lelövöd, aki meghív. Egy jó helyre, ez nem normális. Azért tud ilyen megtörténni, mert e világ Istenem megvakítja a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus evangéliumának a dicsőségét. Hogy úgy érezzék, mint a valami rossz helyre hívnának téged, úgy érezzed, mint hogyha valami veszélyeztetné az eddigi egzisztenciádat, vagy, vagy komfortzónádat, vagy a megszokott életedet. Igen, veszélyezteti. De az, amiben most vagy, az nem maradandó, nem örökkévaló. Az, amiről mi beszélünk, az örökkévaló, és a mennyben örökkévaló. Ezért ne ijedjél meg attól, hogy a régi rongyos életedet elkéri tőled Jézus, hogy megkapjad az örökkévaló dicsőséges életét őtőle mert ő egy ilyen helyettesítő áldozatot mutatott be. Isten létére emberré lett, hogy minket ember létünkre Istenné tegyen. Ez most csúnyán hangzik meredeken hirtelen, de ez így fog megvalósulni. Jézus a vére által kifizette érted a váltságdíjat, hogy attól a rossztól megszabaduljál, amit az ördög okozott neked, meg a gonosz angyalok, meg a gonosz szellemek, meg azok az emberek, akiket használtak ezek a szellemi lények, ezektől meg akar szabadítani Jézus, és be akar vinni téged egy mennyei dimenzióba úgy, hogy még itt vagy a földbolygón. Igazából ma este tagfelvétel van Isten országába. Ma este mennyei leánykérés zajlik. Még a fiú vagy, akkor is leánykérés, ez legálisan, ez nem valami transzgender huncutság, hanem itt a fiúk is mennyasszonyok tudnak lenni legálisan. Jézusnak a mennyasszonyai, meg a hölgyek is. Tehát a köztes meg nincs, tehát vagy egyik, vagy másik, de Jézus hív téged, hogy legyél az ő mennyasszonya. Jézus hív téged, hogy lépjél vele szövetségre. És itt vannak olyanok, akik ezt nem csak, hogy elutasítják, hanem meggyilkolják a meghívott átadókat. Jó reménységgel vagyok, akkor majd nem akarsz megölni. De ha ilyen indulat van benned, akkor ez is benne van a Bibliában, mert mert hát van, aki gyilkolni akar, ha megkapja a meghívót, olyan indulat jön föl benne. Lehet, hogy te se érted magadat, mitől szökött vol a vérnyomásod, miért keringett a düroham, az idegbaj. Hát azért, mert a gonosz szellemek csavarják az agyadat. És próbálnak engem gonosz színbe feltüntetni te előtted. És mintha élenék a fő ellenség. Na innen tudhatod, hogy ez nem az úrtól van, amit most érzel. Hát például most összevetel előtt oda jött egy most megtért testvérnő, aki meg is térte a vízkeresség összevetelen, és hozta ide a rokonnát. De azt mondta, hogy őre olyan menekülési kényszer jött, hogy belépett a hitpark területére, hogy ott kiteszi a rokonát, az futva menekül innen. Hála Istennek, hogy találkozott valaki másik ismerősével, és beszélgettek, az nemcsak, hogy elmenekült, hanem meg is tért, meg is keresztelkedett, és Jézus befogadta a szívébe. Tehát nem hallgatott arra a rossz érzésre, hogy innen neki futva kéne menekülnie, mert az egy gonosz szellem akarta őt elűzni innen. Tehát nem az ő józan gondolkodása volt. Ebből is látszik, hogy van olyan dolog, amit te nem látsz, de nagyon is hat rád. Mint hogy például nem látod a Covid vírus, se mégis hordtál maszkot. Van, még most is hord, meg oltatja is magát, pedig nem látta semmelyikünk a Covid vírust. Viszont a hatását láttuk, hogy milyen rossz dolgokat csinál ugyanúgy a gonosz szellemet se látod, csak érzed, hogy benyeltél valamit, és innen menekülni kéne. Érzed, hogy, hogy egy, 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 félelmet hoz létre benned. Na de Jézus mind a vírus legyőzte, mind a gonosz szellemeket. Úgyhogy ezért a legfontosabb, hogy te arra figyeljél, hogy Jézus most szól hozzád, és egy ajánlatot tesz neked, egy béke ajánlatot. Eldöntheted, hogy élsz tovább úgy, ahogy eddig, és a végén itt a Földön nagyon nehéz sorod lesz, és a végén pedig a pokolba kerülsz, meg van egy másik variáció, hogy még mártír leszel Jézusért az elragadtatás után, és akkor még be tudsz jönni, B variációban menj be, mártírként. Ez is egy szép dolog. De az A variáció az, hogy ma megalázod magad Jézus előtt, kéred, hogy bocsássa meg a bűneidet, kéred, hogy tisztítsa meg a vérével, és most, hogy nem látod őt, de mégis hiszel benne teljes szívedből, és kéred, hogy adjon neked örök életet. És akkor a szívedre kerül egy eljegyzési gyűrű, kapsz egy új szívet Jézustól. És ide fölírja Isten az ő beszédét. És fölírják a nevedet fönt az örök élet könyvébe, hogy megvalódít lent Jézust, Jézus meg megval téged fönt a mennyben. Tehát ez így, így fog megtörténni. És akkor már bent leszel a mennyegzői seregbe. De nem elég, hogy csak itt vagy a tömegbe, és már meghívót elfogadtad, hanem kell, hogy közben átöltözzél, nem pont ma, hanem úgy folyamatosan. Tehát itt például azt olvassuk, hogy, hogy megtelt a mennyegző vendégekkel, és akkor bejött a király, szétnézi a vendégserek között, és volt egy, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És azt az egyet kidobták a külső sötétségre, de előtte megkérdezték tőle, hogy hogy, hogy, hogy itt vagy, és nincs mennyegzői ruhád. Erre nem tudott semmit mondani, csak hallgatott. Mint ahogy most is hallgattok. És, de nektek van mennyegzői ruhátok. Akinek nincs, az meg kérjen Istentől. És a mennyegzői ruha az nem úgy van, mint a földi esküvőn, kibéreljük 600 ezerért, vagy 500 ér, vagy egy millióért, arra a napra, amikor lesz az esküvő, azt a lement a buli, és nem tettünk kárt a ruhába, visszakapjuk a kauciót, és a ruhát mi is visszaadjuk, és hétköznapi öltözetbe járunk, hanem itt a mennyasszonyi ruha, rád kell szövődjön menet közbe. Ezek az emberek is, akik, akik, ott bementek a mennyegzőbe, ezek nem ilyen mennyegzői ruhában mászkáltak az utcán, a keresztutakon, a sövényeknél, meg minden felé, hanem hétköznapi öltözetük volt. És amikor megkapták a meghívót, bejöttek a mennyegzőbe. De közben ők nem elégedtek meg azzal, hogy meghívottak, hanem elfogadták azt is, hogy kiválasztottak. És ezért mondja azt a a, itt a 14-es ott sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Tehát a példázatot megnézzük, a sok hivatalos közül a legtöbb el se fogadja a meghívót. Azt, aki elfogadja a meghívót, az bejön a mennyegzőbe, de azok közül nem mindenki öltözik át menet közbe, hanem lesz, aki meghagyja magán a régi hétköznapi ruháját. És a gondolj magadra, mész egy mennyegzőre, mondjuk te vagy a mennyasszony, akkor nem az otthoni pondyuládra fölöveszed a mennyasszonyi ruhát, aztán kilóg egy kicsit itt, egy kicsit ott, meg büdös is vagy alul, nem majd sok sziszegőszappant fújsz magadra, hogy ne érezzék, hanem akkor szépen átöltözöl. A régit leveszed, az újat felöltözöd. Nem a régire veszed föl az újat, nem a régit leveszed, az újat felöltözöd. És igazából a, a, me, a meghívó elfogadása, az azt jelenti, hogy elkezdesz egy lehetőséget kapni, hogy a mennyasszonyi ruhádat felöltöz magadra. De a régit meg le kell vetköznöd magadról. Ezért is fontos a vízkeresség. Ma 74-en levetkőzték a régió emberüket, és eltemették a halálba a víz alá. Dicsőség az Istennek. Meghaltak együtt Jézussal, eltemettettek Jézussal, föltámadtak Jézussal. És utána, mivel a régi meghalt, egy új ember kezd el élni, és azt az újat már új ruhába öltöztetjük fel. Nem a régibe, hanem újba. És igazából ez a mennyasszonság lényege, hogy nem mindenféle ruhákat veszünk föl, hanem a mennyasszonyi ruhát veszük föl. A szentek igazságos cselekedetét. És készülünk a Jézussal való találkozás pillanatára, hogy ne legyünk mi is hétköznapi ruhába, amikor a király szétnéz majd a népen. Nem legyen rajtunk mennyasszonyi ruha. Na Most ez az első lépés, hogy Jézus befogadod a szívedbe. Elfogadod a meghívót a mennyegzőre, csatlakozzol a mennyegzői sereghez, és amikor csatlakoztál, utána folyamatosan jössz a mennyegzői gyűlésekre, ilyen előgyűlések ezek az Isten tiszteletek is, dicsérjük az Urat, magasztaljuk őt, és, és készülünk, hogy találkozunk a mi vőlegényünkkel. És közben leveszük a régi bűne is életünket, ott hagyjuk a régi szokásainkat, a Bibliából megismerjük, mi az, ami tetszik Istennek, mi az, ami nem tetszik neki, és elkezdünk egy olyan életet élni, amivel az Istennek a kedvébe szeretnénk járni. Egy mennyasszony más, mint egy átlag ember. Az átlag hölgy oda megy hova akar, azt veszi fel, amit akar, azt sem, amit akar. De egy mennyasszony már a vőlegényére nézve szeretne minél kedvesebb lenni a vőlegényének. Minél szerelmesebb, minél szebb, minél, minél, az ő számára tetszőbb. És ezért nem saját maga ízlése szerint ékesíti magát, hanem a vőlegénye számára ékesíti föl magát. Mondjuk, hogy az eljön a menyasszony, mint a férje számára fölékesített menyasszony. És, és, az lesz a jelenések könyvében, hogy itt van a bárány, Mennyi asszony a feleség, aki elkészítette magát. Nem kikészült, hanem elkészült. Elkészült. És úgy készül el, hogy Jézus elkészíti ezeket a szent ruhákat, és mi ezeket felöltözzük, minden nap felismerjük, és utána elkezdünk Jézusnak tetsző életet élni, hogy semmiképp se legyünk azok, akiket kiszednek a mennyegzői nép közül, és kihajítják a nagy nyomorúságra. Nem akarunk bolond szüzek lenni, hanem okos szüzek, akiknek van olajuk, készülnek az ura találkozásra, és Istennek tetsző életet szeretnénk élni. Úgyhogy most ezért szeretnénk imádkozni, kérlek, hogy álljatok föl. Zenekart kérném, hogy gyertek föl a színpadra, el fogunk énekelni egy dalt, és amíg ezt a dalt elénekeljük, arra kérlek, hogy gyere ide előre. Ha tudod, hogy te még nem fogadtad el ezt a meghívót, vagy elfogadtad, de bizony azért besároztad a szép mennyasszonyi ruhádat, akkor egy kis ruhatisztításra gyere ide előre, vagy egy ruhacserére, vagy a mennyasszonyi pozíciódnak az elfoglalására, vagy annak a visszaszerzésére. Mert hogyha valamikor már elfogadtad Jézus, de letértél a széles útra, akkor gyere vissza a keskeny útra. És a játék már elkezdődött a fejedbe. Most olyan játék van, mindenféle gondolat cikázik a fejedbe, és, és neked el kell döntened, most melyikre hallgatsz. Arra, amit Isten mond. Gyere hozzám, én megtisztítalak, véremmel megmoslak, új szívet adok, új életet adok neked, és fölírom a neved az örök élet könyvébe. Erre a hangra hallgass. A többire ne figyelj. Kélek, gyertek egy kicsit közelebb, mindkét szélről. Gyertek közelebb ide a színpadhoz. Segítek nektek ebben az imában. Hogyha helyeden maradtál, ott is elmondhatod ezt a megtérő kimáját, amely így szól, mondjad ki, hittel, hangosan, bátran. Menjei atyám! Köszönöm neked, hogy az egyszülött fiadat, Jézus Krisztust elküldted a mennyből és emberré lett, és meghalt értem a Golgotai kereszten, és magára vette minden bűnömet, minden betegségeket, átkokat. Én hiszek benned, Úr Jézus, Te vagy az élő Isten fia, az én megváltom, szabadítom, gyógyítom, Uram, és Istenem, beismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat védkeztem ellened, de most teljes szívemből megbánom minden bűnömet, amelyel védkeztem. Te ellened, Uram, embertársaim ellen, önmagam ellen, és kérlek Jézus, cserélt ki a kő szívemet, egy új szívre, és az új szívembe írd föl a te élő igédet, és írd föl az én nevemet is az örök élet könyvébe. Én téged foglak követni, a te szent manyaszonyod leszek Jézus, és neked tetsző életet fogok élni, és a régi bűneimet, a rossz ruhámat eldobom magamtól, és új ruhát veszek föl, Jézus vérében megmosakodva, szent és igaz cselekedeteket fogok cselekedni Isten dicsőségére. A Jézus nevében. Ámen. Ámen. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Most szeretnénk megáldani benneteket, kérném a lelkész társaimat, hogy gyertek segíteni meg, akik idősebb keresztények és szoktatok emberek felé szolgálni, gyertek, imádkozzunk az újonnan megtért testvérekért, áldjuk meg őket, és jönnek, hoznak a testvérek ilyen kis, mindjárt meg is mutatom, hogyha ide a kezembe egy ilyen szót, már ez egy ilyen kiadványunknak a neve, tehát a szó kiadványunk, a szó az ige emberré lett, maga Jézus. Ebben benne van a János Evangélium egy új fordítás szerint, ezt olvassátok el, és sok jó bizonság is van benne, és a 137. oldalon egy megtérima is van. Azt otthon megmutathatod a férjednek, feleségednek, rokonodnak, és mondasd el a 137. oldalon az imát. És utána hívd el a gyülekezetbe, hogy itt is elmondja. Jó, ezt fogadjátok el, kaptok egy ilyen kis meghívókat is, és várunk szeretettel a gyülekezetbe. És most meg fogunk áldani kézretevés által, tehát ha otthon mondtad el, vagy nem otthon, hanem a helyeden mondtad el az imát, ha otthon, akkor gyere máskor a gyülekezetbe, de a helyeden akkor is ide előleson vondárhatsz szépen sutyiba, és akkor nem vesz észre senki, téged is meg fogunk áldani. És, és még egy pár mondatot hadd mondjak, ha kimentek a tűzi játékra, ez egy jó dolog lesz, de akkor kérdezd meg a mellette állót, nem a feleségedet, hogy a hajnal fényén csillagot látta-e. Nem, az melyik volt? Hát az Jézus. És akkor mondd el neki az evangéliumot, hogy ne csak itt káprázon a szeme a sok fénytől, hanem a Jézus is fogadja be a szívébe. Les lesz bőven ember, bűnös fogtok találni, nem kell nagyítóval keresni. Tehát bátran ti is legyetek csillagszórók, szórjátok az evangélium fényét az embereknek, és az igazi világosság ragyogjon föl nekik a tűzi is.